végén ide kerültem, én először a pszichiátriabetegekkel dolgoztam itt, de mindig nekem nagy vágyam volt az égetni való büdös körökkel a fúka. Tehát ezek a fiatalok tele vannak energiával. És akkor ezt vagy úgy élik ki, hogy balhékat csinálnak, bandaharcok vannak, és vannak itt Budapesten bandaháborúk, nem hiszed el, de vannak. Vagy meg graffitiznek, meg mindenféle formában ezt így kiélik, vagy pedig ezeknek az energiáknak mi adunk valami alternatív formát. Ahhoz, hogy az a kapcsolat kialakuljon a srácokkal, amilyen kapcsolaton keresztül ők be tudják hozni a hétköznapi gondjaikat, be tudják hozni azt, hogy rácsavarodtam a fűre és nem tudok ráállni, be tudják hozni azt, hogy szakítottam a csajommal és ettől most nekem nem jó. Szerintem ehhez kell az, hogy az ember így megmutassa saját magának. Azt gondolom, hogy még sírni is lehet ezek előtt a srácok előtt. Tehát, hogy ez egy ilyen viszony, és nekem ez nem nehéz. Én úgy tudok hiteles lenni, hogy én vagyok itt jelen. Mint ahogy behozom a hobbimat is ide. Behozom a sziklamászást, behozom a túrázást, az evezést, és nem értem azt, hogy ez egy keveredés lenne, mert nem deszkázok a szabadidőben a srácokkal. Hát nem mászok sziklát a szabadidőben a srácokkal, hanem hogy időben mindennek helye van. Olyan intézmény, ahol középsúlyos és hamozottan súlyos értelmiféltékos gyerekek vannak, és itt voltam tesi tanár 3 évig, és most tavaly szeptember óta család és utógondozóként dolgozom az intézménynek a gyermekotthonában. Nekem az volt a fő célom mindig is, hogy próbáljam ezeket a gyerekeket valamilyen formában az épp intellektusú gyerekekhez beintegrálni. Értem ez alatt olyan programokat keresni, ahol épp gyerekek között tudnak akár sportolni, szabad hasznosan eltölteni, kézműves foglalkozástól kezdve a városban való különböző rendezvényekre való eljutásig. Nekem ez is a célom, hiszen én is évek között versenyzek. Vannak olyan területek, ahol az ember tehet arról, hogy milyen szociális helyzetbe vagy milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerül, de ezek a gyerekek nem tehetnek erről. Nagyon nehéz összeegyeztetni ezt én sportolóként. Én azt gondolom, hogy ha az élet úgy hozza, hogy idézőben profi szinten fogok sportolni, akkor is valamilyen formában ezeknek a gyerekeknek próbálok segíteni. És nagyon sok esetben elég egy kis odafigyelés, vagy egy kis törődés, vagy egy kis ölelés egy gyereknek, hiszen érzelmileg sokkal aktívabbak, sokkal szeretetigényesebbek ezek a gyerekek, főleg ugye az állami gondozott gyerekek, akik nem családban, hanem van, aki itt van kicsi gyerekkora óta is, már közel 20 éves, és nekik mi vagyunk a családjuk. A tudatosságot, a mértékletességet és a hasznosságot próbáljuk így elültetni a fiatalok fejében. Ezek nem ilyen előadások formájában történnek, hanem egy tematika köré épülő közös gondolkodások, beszélgetések. Nagyon kíváncsi vagyok, tehát, hogy így érdekel az ember, és akkor kitaláltam, hogy pakolok mögé tudást, és akkor én így lettem segítő, habár nálunk így a családban is van egy ilyen segítői vonal, mondjuk nem szocmunka. 90-ben indult az első szociális munkás képzés ebben az országban, akkor ha jól emlékszem, talán a Bárciról jelentek meg Tatán az Ötvösbe. A képzést indító tanárok közül páron, így a szakról beszélni. Felütöttem az akkori felsőoktatási tájékoztató tavasszal, kinéztem a Bárcit, beadtam a jelentkezési lapot, felvételiztem, felvettek, és amikor a Bánfalvi tanár úr első szociológia alapismeretek volt, a legelső úr, amit a Bánfalvi tartott, amin így részt vettem szociális munkás tanulóként, vagy főiskolásként, akkor így szóval, hogy akkor így késtem 5 percet, de beültem, és akkor így tudtam, hogy így őt hallgatva, hogy akkor jó helyen vagyok. Hát így indult. Tizenhatodik éve ezen a pályán. Persze a pályán a különböző területeim voltam, de most az elmúlt 6 évben pszichiátriai betegek nappali és közösségi ellátásában dolgozom. Szotéri Alapítvány Matéria Klubházában vagyunk most, és
Hát mindenki, aki hozzánk jár, valamilyen pszichés betegségben érintett, hihetetlen meglepetésekkel tudnak szolgálni a klubtagjaink. Például, hogy saját maguknak programokat szerveznek, amire időnként meghívnak minket is. És hogy szerintem ez nagyon rendben van. Azt hiszem, hogy nekem a teljes érdeklődési körömet az emberi viszonyrendszerek foglalják le, úgyhogy ezt itt hobbiszerűen és hivatásszerűen nagyon jól tudom űzni. De kétségtelen, hogy a munkatársaim között nagyon fontos szempont az, hogy kinek van valamilyen szent mániája. És hogy az nagyon izgalmasan be tud jönni a klubház életébe. Tehát volt olyan munkatársunk, aki amatőr csillagász volt, és egészen döbbenetesen jó csillagászati előadást tartott a klubtagjainknak. Különösen kitért az UFO elméletekre, amik aztán rendkívüli módon megmozgatták a fantáziákat. Az én hozzájárulásom ez a dologhoz az, hogy én itt maradok, és ameddig tudok, addig velük leszek, és megpróbálunk ezeken a kríziseken átevezni. Nyilván pénzt nem tudok adni, meg nyugdíjas bérletet nem tudok adni. De hát addig, ameddig mondjuk egy vajas kenyeret tudunk kenni, és ki tudunk együtt menni, mindezek ellenére elfelejteni egy kicsit a körülményeket mondjuk a Margit szigetre, addig én itt maradok, és akkor menjünk ki együtt. Hát az intézmény, ahol dolgozom, az a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Családok Átmeneti Otthona, Szombathelyen. Hát én már 5 éve dolgozom itt ebben az átmeneti otthon részben. Figyeljük az álláslistákat, a munkahelyi központban megjelenő állásokat, a magánmunkaerő közvetítőkkel is kapcsolatban vagyunk, az ő állás ajánlataikat is figyeljük, újsághirdetéseket, tehát eléggé próbálunk napra készen és frissen állásokat felkínálni a lakóinknak. Gyakori az is, hogy itt ennek a nagy épületnek az alsó szintje az átmeneti otthon, fölöttünk lévő bérlakásokból is gyakran jönnek hozzánk különféle problémákat, tehát akár egy gyámhivataltól kapott levél értelmezésével, vagy bármi adóssággal, hogy ezzel most mit kezdjenek, mit csinálnak, hova menjenek. Tehát vannak sokan, akik régi lakóink, akik itt laktak régen, és akkor ők mindenképpen bejönnek, ha valami gondjuk van, vagy megkeresnek bennünket. Ez egy jó érzés. Az ember ilyenkor érzi, hogy érdemes volt egy kicsit, mert még valamire emlékszik abból, hogy mit is mondott annak idején. Igazából dühít az valahol, hogy kiveszőben van az emberség a világba, és nem igaz, hogy egy picit nem tudunk hozzátenni a másik ember életéhez. Tehát sokan vannak, akik visszajárnak. Ha erre járnak, benéznek, bejönnek, bekopognak, lett még egy gyerek, még két gyerek. Nem csak akkor jönnek be, ha bajban vannak, hanem akkor is, ha csak úgy bejönnek meglátogatni bennünket, és váltunk pár szót. Az utcán találkozunk, és át kell be az utca másik oldalára, és akkor megismer, köszönünk egymásnak, és ez is nagyon jó érzés. Az ELTE-n végeztem még az 5 éves képzésem. Gyakorlatilag azóta így dolgozom a Pince Ifjúsági Irodában, ami most már nem ifjúsági iroda, hanem egy ifjúsági klub. Hozzánk elsősorban roma fiatalok járnak, majdnem hogy 100%-ig. Ők azok a fiatalok, akiket elkerülnek a buszmegállóban, nem ülnek le melyik a buszon, aki itt követ a biztonsági őr, és akik jelentően kimaradnak az iskolából. Nálunk pedig azt tapasztalják, hogy mi képesnek tartjuk őket sok mindenre. Hobbi vagy, amit én behozok a munkámba, az egyik az a kutyám, akit úgy hívnak, hogy Gyurma. A kezdetek kezdetén azért is kezdtem el behozni, mert hogyha ő itt volt, akkor nyugodtabb volt a légkör. Tehát pusztán attól, hogy itt volt egy kutya, valahogy mindenki higgadtabban viselkedett. Bármit meg lehet vele csinálni, és nem lép fel agresszíven. Ugye azok a fiatalok, akikben odakint senki nem bízik, és kikerülik őket, és stb. Én odaadom nekik a kutyámat, hogy tehetsz vele egy kört. Hát igazából azt gondolom egyébként, hogy a bizalom és a szeretet. Tehát az, hogy mi bízunk bennük, és képesnek tartjuk őket olyan dolgokra, amikre sokan mások nem. És az, hogy abszolút szeretettel fordulunk feléjük, és ettől aztán itt vannak. És ők is megbíznak bennünk, és ők is szeretnek minket.